gyakorlatilag előfordulhat az, hogy ennek az ítéletnek az analógiája útján az ő ingyenes közmű vagy útátadásuk nem fog adófizetési kötelezettséget maga után vonni. Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Gazdák vagy Okosan, a PwC adózási és számviteli kérdésekkel foglalkozó podcastje. Én Borbé Anna vagyok, és mai beszélgető társam Varga Szabolcs, az Indirekt Adók csoportjának egyik vezető menedzsere. Témánk pedig a beruházások kapcsán az felmerülő ingyenes átadások áfa kezelése, amelynek aktualitását egy 2020 őszén meghozott Európai Unió bírósági ítélet adja. Szia Szabolcs! Röviden el tudnál nekem mondani, hogy miről szól ez az ítélet, illetve hogy így egy év távlatából miért lehet ez mégis aktuális? Szia Anna! Üdvözlöm én is a kedves nézőket és hallgatókat! A kérdéses ítélet egy német ügyről szól, ahol egy vállalkozás egy mészkőfejtőt szeretett volna újra nyitni. Ehhez a nyitáshoz azonban a hatóság azt a feltételt szabta, hogy az odavezető közutat megfelelő módon kiszélesítse, hogy a teherautók megfelelő módon tudják ezt használni. Az ítéletben a bíróság gyakorlatilag arra kérdésre kereste a választ, hogy az így módon ingyenesen felépített és az önkormányzati tulajdonába átadott út, az vajon adófizetési kötelezettséget keletkeztette vagy sem. Az ítéletben a bíróság kimondta, hogy az ilyen ingyenesen felépített út és annak átadása az nem minősül termékértékesítésnek, és így módon áfát sem kellett a vállalkozásnak ezután fizetnie. Az aktualitását pedig az adja ennek az ügynek, hogy ugye közel egy éve volt már ez az ítélet, hogy kihirdetésre került. Gyakorlatilag az elmúlt egy évben számos megkeresést kaptunk mi is, és én azt gondolom, hogy a hatóságok is számos kérdést kaptak ez ügyben a magyar adózóktól, hogy álláspontot foglaljon ez ügyben, hogy vajon az eddigi szigorú állásponton változtat-e vagy sem a jövőben. Említed itt ezt a szigorú álláspontot, akkor ebben a kérdésben mi volt az eddigi hatósági gyakorlat, illetve minisztériumi álláspont? Röviden és egyszerűen ez arról szólt, hogy a magyar áfa törvény alapján ezek a közműberuházások, útfelépítések és azok átadása termékértékesítésnek minősültek, és mivel ezek a beruházások során ezeket az utakat ingyenesen kellett önkormányzati, illetve állami tulajdonba adni, és emiatt áfát kellett utána fizetni. Nem vizsgálta a jogértelmezés azt, hogy ezeknek az átadásoknak vállalkozási célból kellett, hogy történjen vagy sem, teljesen mindegy volt, mindenképpen adófizetési kötelezettséget vont maga után. Ezzel szemben ez az ítélet azt mondta ki, hogy igenis számít, hogyha ezek az ingyenes átadások vállalkozási célból kerülnek kivonásra az adott tevékenységéből, akkor ez nem minősül adóköteles tényállásnak, és ezért nem kell áfát fizetni. Ez egy nagy különbség az eddigi gyakorlattal szemben. És milyen lehetőségeket lát ennek az ítéletnek a fényében, illetve hogyha az ítéletre tekintettel a Magyar Adóhatóság, illetve a Pénzügyminisztérium egy az adózóknak kedvező álláspontra helyezkedik? Ezt ketté választanám. Egyrészt azoknak a vállalkozásoknak, akik a jövőben kívánnak ilyen beruházásokat eszközölni, érdemes átgondolniuk azt, hogy egy esetleges kedvező hatósági álláspont mellett hol tudnának adót spórolni, ha lehet így fogalmazni. Gyakorlatilag előfordulhat az, hogy ennek az ítéletnek az analógiája útján az ő ingyenes közmű vagy útátadásuk nem fog adófizetési kötelezettséget maga után vonni, és ezt mindenképpen érdemes természetesen a beruházás előtt leegyeztetni az adóhatósággal, például akár a minisztérium egy feltételes adómegállapítási kérelem keretében. A másik oldal pedig a múlt, azt kell megvizsgálni a vállalkozásoknak, hogy akik ilyen típusú beruházásokat végeztek az elmúlt időszakban, és ezek után az átadások után termékértékesítésként adót fizettek, milyen lehetőségük lesz egy esetleges kedvezőbb álláspont mellett ezeket az korábban befizetett áfákat valamilyen módon visszaigényelni. Köszönöm szépen a beszélgetést, szerintem nagyon hasznos és érdekes információk hangzottak el. Önöknek pedig köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, kérjük, hogy kövessenek továbbra is a megszokott fórumokon, illetve csatornákon.